Gyerekek élvezik a trambulint és a különböző kerti játékokat, miközben az idősebb korosztály a tűz és az asztalok körül tüsténkedik. A szexádi református közösség és a fősővárosi klub tagjai közösen szerveztek családi napot. Természetesen a programban megvolt a helye a hitéletnek is, de a legfontosabb cél az együttlét, a közös élmény volt. Az Isten eljött hozzánk közel Krisztusban, akkor ő viszont életfelület teljességével vállalt kapcsolatot. És valamit ebből próbálunk megélni akkor, amikor így együtt vagyunk, étkezésben, játékban, generációk között, fiatalabbak, idősebbek, és ez szükséges ahhoz, hogy valódi közösségi élmény alakuljon ki emberi szinten. A felnőttek is leszoktak már arról, hogy igazán közösségben legyenek. Inkább kiválogatjuk magunknak a közösségi élményt, a közösségeket is kiválogatjuk. Vele együtt vagyok, vele már nem vagyok együtt, ide befizetek, ide nem fizetek be, de az, hogy együtt töltsünk hosszabb, huzamosabb időt, és gazdagítsuk egymást azáltal, amit kaptunk, arra ritkán van igazán példa. Az asztal az a helyszín, ahol az ember leginkább találkozik a másik valóságával, mondta Kasszó Gyula. A konyha volt mindig is a családi élet központja, nem véletlenül. Ezért kell leülni és együtt lenni, együtt élvezni egymás társaságát. A szervezésben partnere lett egymásnak a református közösség és a szexádi fősővárosi kör. Mi nálunk egy baráti közösség alakult ki már szinte 5 éve, itt meg a nagy tiszteletű elmondta, hogy egy ilyen 234-5 éve épült templomnak most ő a tiszteletese, és itt a vallást tartja össze. Viccesen beszélgettünk erről, hogy jobb és könnyebb nekik az összefogás, hiszen összefogja őket a vallás, mi nekünk meg ugye egy kicsit szerteágazó, mert szoktunk viccelni, hogy a füst fölfele száll, a víz lefelé folyik, és kicsit zsörtölődések vannak egy lakóközösségben, de mindenképpen össze tudunk jönni, és pozitívunként fogadtuk a megkeresést nem is a tiszteletes úrtól, hanem a tiszteletes asszony, Karola asszony keresett meg, hogy egy ilyen közös napot szervezzünk. Vannak itt úgymond joker személyek, hogy akkor ugye ő református is, és fősővárosi körtag is, tehát nekünk azért fontos, mert itt esetlegesen új tagokat tudunk toborozni, rossz szó, de új tagokat barátkozunk, és együtt tudunk lenni. Azt gondolom, hogyha egy közösség kicsi, de erős, akkor ennek az ereje kihat. Úgyhogy hálás vagyok, nem elégedett, mert a református ember ritkán elégedett úgy, hogy hátradőlne és azt mondaná, hogy most már semmit nem teszek, de hálás vagyok azért a közösségért, amit kaptunk. A két közösség tagjai egyébként jelentős feladat előtt állnak. A Szexádi Német Színház Passió játékot szervez, melynek szereplői közé várják többek között a híveket is. Ez egy szabadtéri előadás lenne az elképzelés szerint, és a katolikus egyház már áldását adta rá, most május közepén kaptuk meg a választ, és úgy tervezzük, hogy a Kisboldogasszony zarándoklathoz kapcsolódóan azon a hétvégén, szeptember 6-án, 7-én és 8-án szeretnénk játszani, mégpedig úgy, hogy a Jézus szerepét profi színészünk játsza, és mindenki mást, pedig civilek. És kórusok bevonását tervezünk, most kezdjük el őket megkeresni, és megkerestük már a Bartina Néptánc Egyesületet, és a városnak különböző előjáróit is most fogjuk megkeresni, tehát most kezdtük el a szervezést igazából. És most itt a fősővárosi kör, elők már tudnak az ötletről, egy picit most tudunk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen milyen is ez az elképzelés. Közösen főzünk, de másképp. Azzal, ahogyan csinálja, gazdagítja a másikat. Ez lehet ennek a családi napnak a fő gondolata. Beszéljünk, legyünk együtt, és gazdagítsuk egymást, mondta a református közösség vezetője.